Jó estét kívánok! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják 19 órától. Nézzük, miről szólnak mai híreink. Megmenteni a Neumann János Egyetem a Miklós Tálapi Kutatóintézet épületeit. Szerdán a történelem írásbelivel folytatottak az érettségi vizsgák. Közel 1500-an vették fel ma a koronavírus elleni vakcinát a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Nem hagyná ebek 30 adjára jutni a Szőlészeti és borászati Kutatóintézet Miklós telepi kutatóállomását a János Egyetem. Elindultak az egyeztetések az agrárminisztériummal, hogy az épületeket felújíthassák és bevonhassák kecskemét oktatási vérkeringésébe, megakadályozva az állomás teljes pusztulását. Ezek a felvételek még 2019. májusában készültek a Miklós telepi szőlészeti és borászati kutatóintézetről. Az épületek a rombolás és a pusztítás áldozatává váltak. Az állomással elsőként a Kecskeméti televízió foglalkozott. Én 2019-ben éppen a KTV egyik riportjából szereztem tudomást a Szőlészeti és borászati intézet Miklós telepi telephelyéről. Láttam már akkor is, hogy nagyon. Méltatlan állapotba került ez a hajdant mutatós épület. Egy éve én is eljöttem személyesen, és végigjártuk szinte az összes épületet, a pincétől a padlásig. Hát nagyon rossz állapotokat tapasztaltunk, az ablakok kitörve, a falak beomolva, a vezetékek kiszaggatva. Az országgyűlési képviselő azt mondta, aggodalomra ad okot, hogy nem sokára menthetetlenné válik az egykor gyönyörű színben pompázó, értéket megőrző és teremtő kutatóállomás. A pusztulástól a Najma János Egyetem mentené meg a kutatóintézetet. Az intézmény vezetősége tárgyalásokat folytat a tulajdonossal, az Agrárminisztériummal, hogy az épület együttest be tudják vonni kecskemét oktatási vérkeringésébe. Én megnyugvással venném tudomásul, ha az egyetem valamilyen, valamiféle birtokába kerülne, hiszen végre gazdája lenne az épületnek, mert évek óta elmondható, hogy tulajdonosa van az épületnek, gazdája viszont nincs. A Kecskeméten számos jó példa mutatkozott arra az elmúlt évtizedben, hogy egy hosszú ideje lakatlan, funkciótlan épület megkapta a megfelelő funkcióját, és onnantól kezdve viszont megújult. Példa erre a régi úszoda, amely most Mercedes kosárlabda akadémiaként üzemel, vagy például a régi mozi épülete, amely most színházként működik. A folyamat előrehaladtát bizonyítja az is, hogy pénteken, május 7-én egy udvartakarításra is sor kerül. A reggeli órákban önkéntesek és az egyetem dolgozói állnak neki a munkának. A témával bővebben kiemelő című magazinunkban foglalkozunk. Közel másfél ezer diák indult ma reggel a középiskolákba, hogy számot adjon történelem tudásáról. Idén az online oktatást követően személyesen, írásban kellett érettségiznie a tanulóknak történelemből is. Vidáman beszélgetve elemezgették a kérdéseket, és meséltek egymásnak az elmúlt időszakról az érettségiző fiatalok a középiskolák előtt. Ma a történelem vizsga volt soron. Én nagyon sokat készültem viszonylag, úgyhogy véleményem szerint megoldható volt, de nyilván voltak nehézségek. Szerintem a mai tőri érettsége tegnapi matematikához képest sokkal könnyebb volt és megoldható is volt. A számításaim szerint nagyon jól fog sikerülni, úgyhogy remélem, hogy jó eredményekkel fogom zárni ezt a teóri A diákok zöme elfogadhatónak tartotta az érettségi nehézségi szintjét, az eszékkérdéseket tartották az idei érettségi legnehezebb részének. Én a három része szakadt ország, amikor ugye hódoltság Magyarország nagy része azt választottam, meg a, meg a szovjet ideológiát, kommunista ideológiát választottam. Az eszénél meg hát nem kaptunk szerintem jó párosítást, mert a hűbériség, meg a dualizmus Magyarországon az volt, és hát azt mi négyünk közül egyikünk se választotta, meg a másik az pedig a szovjet rendszer, két világháború között is három részre szakadó Magyarországról. A gyerekeknek idén speciális körülmények között kellett felkészülniük a koronavírus járvány miatt. Ez saját bevallásuk szerint nem könnyítette meg a feladatukat. A fölkészülés közvetett módon persze, hogy nehezebb volt. Szerintem nem volt megadva nekünk az esélyegyenlőség diákoknak. Egy, közel egy évet kihagytunk. Azért ezt online közvetett módon nehéz volt pótolni, és korán sem volt olyan effektív, mint a jelenléti oktatás. De azért itt a refiben minden megtettek a tanárok, hogy minket rendesen fölkészítsenek. Ugye otthon tudtam készülni így egyedül, meg nem az volt, hogy iskolából kellett volna hazamennem, és akkor így ennyi, de ugye az órákon nem lehetett annyira könnyen figyelni szerintem. A diákok zeme valószínűleg sikerrel vette a mai történelmi akadályt. A kérdésre, hogy megismételnék-e a vizsgát más körülmények között, egybehangzó válaszokat adtak. Köszönöm szépen, ennyi nekem elég volt bőven. Az idei érettségi vizsgák sorának még nincs vége, de az már most érezhető, hogy a fiatalok várják a nyarat és a szabadságot. Közel 1500-an vették fel ma a koronavírus elleni vakcinát a Bács-Kiskun megyei oktatókórházban. Sokan közülük saját maguknak foglalták le a helyszínt és az időpontot az interneten. Mindenkinek, aki érvényes regisztrációval rendelkezik, lehetősége van kiválasztani a számára megfelelő oltóponton az oltása idejét. Ma közel 1500-an kapták meg a koronavírus elleni oltóanyagot. Az egészségügyben dolgozók Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer és Sputnik vakcinákkal immunizáltak. Farkas Viktor Máté például a Kínai vakcina mellett döntött. Igen, direkt választottam ezt a Sinopharmot mert egy hétig vaciláltam ezen, de emellett döntöttem amiatt, mert természetes hatóanyagokból áll. Az orvosok, mint mindegyik másik vakcinát, a Sinopharmot is szívesen ajánlják mindenkinek. A Sinopharm egy első generációs oltóanyag, amelynek az az előnye az egyéb oltóanyagokhoz képest, hogy a koronavírus mindkét antigenitását adó fehérjéjét tartalmazza ezáltal az immunrendszer mindkét antigén ellen ellenanyag választ tud termelni. Az oltóanyag emellett még a világon jelenleg terjedő leggyakoribb mutáns vírusok ellen is védelmet ad. A Kecskeméti Kórházban eddig több mint 70 ezer, Bács-Kiskun megyében pedig 160 ezer vakcinát adtak be eddig az egészségügyben dolgozók. A tömeges oltásnak köszönhetően a kórházban már más ellátásokat is megnyitottak a páciensek előtt. Más típusú ellátásokat ütemezetten tudunk visszanyitni, tehát ahogy csökken a fertőzöttek száma, és ahogy az oltásokkal haladunk előre, ütemezetten mindig próbálunk rugalmasan hozzáállni, nyitjuk vissza az egyéb ellátásainkat, a szakrendeléseket, egynapos sebészetet, és természetesen oda is majd lehet időpontot foglalni, tehát senkit nem hagyunk ellátatlanul. A kórház mindeközben készül a május 10-e után kezdődő 16 és 18 év közöttiek oltására is. Az online időpont foglalóban jelenleg Sinopharmra és AstraZeneca-ra lehet jelentkezni. Továbbá Sputnikra tudnak azok időpontot foglalni, akik erről a vakcinainfótól SMS-t kapnak. Május 7-ig regisztráljanak az oltásra 16 és 18 éves gyermekek szülei. Ez György István, az oltási munkacsoport vezetője mondta el az operatív törzs tájékoztatóján. Már több mint két millióan a második oltást is megkapták hazánkban. Több mint 4 millióan megkapták az első, és több mint 2 millióan a második oltást, mondta az operatív törzs tájékoztatóján az oltási munkacsoport vezetője György István. Elhangzott, hogy az indiai vírus itt van a szomszédban és gyorsan terjed, ezért is szükséges a regisztráció. Már minden második felnőtt be van oltva. 4 millió 725 ezer ember regisztrált eddig, és a 80 százalékuk már megkapta legalább az első oltást. Az időpont foglaló hamarosan megnyílik a Sputnik oltások előtt is, de ezzel párhuzamosan zajlik a Sinopharm és az AstraZeneca oltásokra való regisztráció is. A tájékoztatón György István azt kérte, hogy legkésőbb május 7-éig regisztráljanak a 16-18 éves gyerekek szülei, mert csak érvényes regisztrációval fognak tudni időpontot foglalni a jövő hét második felében tervezett oltásokra. Értesítést fognak kapni arról, hogy melyik nap válik elérhetővé számukra az online időpont foglaló felület. Ennek a korosztálynak az oltására csak a Pfizer rendelkezik engedéllyel. Bejelentették azt is, hogy csütörtökön moderna szállítmány érkezik az országba, 30 ezer adag megy majd első oltásra, valamint 6.000 ezer adag jut az idős otthonokba. Továbbá a Janssen vakcinával is elkezdik az oltást a honvédségi oltóbuszokon, mondta György István. 2021. május 1 már önkormányzati támogatást is kaphatnak a megyeszékhelyen lakó árván vagy félárván maradt gyermekek. Mindezt Kecskemét polgármestere kezdeményezte. Kecskemét polgármesterének kezdeményezésére 2021. május 1 már önkormányzati támogatást is kaphatnak a megyeszékhelyen lakó árván vagy félárván maradt gyermekek. Az intézkedéssel a világjárvány egészségügyi és gazdasági hatásainak enyhítésén túl a családok anyagi biztonságának megőrzését segíti az új rendelettel az önkormányzat. A támogatást nem csak a vírus miatt elhunytak gyermekei kaphatják meg. Azok a 18 év alatti vagy hallgatói jogviszonyal rendelkező 26 év alatti kecskemíti gyermekek, fiatalok is igényelhetik, akik egyik vagy mindkét szülőjüket 2020. március 1-e és 2021. december 31-e között veszítették, veszítik el és nappali oktatási munkarendben folytatják tanulmányaikat. A támogatás a család anyagi helyzetétől függetlenül igénybe vehető, de nem jár automatikusan, kirámezni kell. Az összeg gyermekenként és havonta, fél árván maradt gyermek esetében bruttó 12 ezer forint, árván marad gyermek esetében bruttó 24 ezer forint. Írja közleményében Kecskemét megyei jogú város önkormányzata. További részletek online hírportálunkon a híros.hu oldalon találhatók. Meglepetés filmekkel is egy teljesen új arculattal várja a nézőket az otthon ami május 13-ától újra megnyitja kapuit a közel 200 napos bezárás után. A mozi csak úgy, mint a legtöbb intézmény, védettségi igazolvány birtokában lesz látogatható. Tavaly novemberben láthattak a nézők utoljára filmet az otthon mozi vásznán, ugyanis az intézmény majdnem 200 napja bezárta a kapuit a világjárvány miatt. A mozi munkatársai azonban a bezárás alatt sem tétlenkedtek. A bezárás ideje alatt nagyon sok olyan munkánk volt, ami a mozihoz kötődik, ugyanis a Nemzeti Kulturális Alapályázatának köszönhetően infrastruktúrális fejlesztések zajlottak a moziban. Ez nálunk azt jelentette, hogy az előtérben mindenféle dekorációs dolgokat helyeztünk el. Egy olyan millió kialakítása volt a cél az előtérben, ami a legjobban tükrözi a mozi arculatát. A székeken például olyan rendezők és forgatókönyvírók nevei szerepelnek, mint Hitchcock, Truffaut vagy Mencel. Ezen a két kanapén pedig a Kecskeméti animációs film legnagyobb karakterei kaptak helyet. A falakon pedig híres mozifilm jelenetek, és az otthon mozi története látható egészen a kezdetektől. A nézőtéren egy légtisztító berendezést is elhelyeztek, hogy a május 13-ai nyitásnál a lehető leghigiénikusabb légkörben fogadják a nézőket. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd ránk is, mint minden más Magyarországon működő mozira, vagyis védettségi igazolványjal lehet a mozinkat látogatni. A nézőtérre vonatkozóan nincsenek szabályok, tehát nincs az, mint ősszel, ami volt, hogy, hogy ki kell hagynunk egy széket vagy két széket, és csak úgy ülhetnek a nézők a nézőtéren. Azok a látogatók, akik a tavalyi év során nem tudták felhasználni bérleteiket a korai bezárás miatt. 2021-ben ezt most megtehetik, ugyanis idén a tavaly bent ragadt bérleteket is elfogadják. Király József önkormányzati képviselőt indítja az MSP országgyűlési képviselő jelöltként az előválasztásokon a Bácskiskon megyei kettes számú egyéni választókerületben. Ezt ma jelentette be Dobos József az MSP helyi elnöke. Az eseményen Kunhalmi Ágnes, a párt társelnöke azt mondta, Király József egy olyan szociáldemokrata zöld politikus, aki tudja, hogy mit kell azért tenni, hogy a környezetvédelemnek, a fenntarthatóságnak és a klímavédelemnek megfelelő politika mellett érvényesüljön a gazdaság és az ipar is Kecskeméten, valamint Bácskiskun megyében. Király József azt mondta, ha megválasztják képviselőnek, akkor vele minden nap tudnak majd találkozni Kecskeméten. Mint fogalmazott, ő nem Budapesten fog dolgozni, itt marad és innen fogja képviselni a lakosságot. A képviselő szerint a Mercedes ide településével egy kicsit megbillent kecskemét gazdasága és kultúrája. A politikus azt mondta, élni kell a lehetőségekkel, például a kertészeti, az oktatási és a kutatási ágazatokban. Király József azt is megígérte, hogy a fiataloknak is olyan lehetőségeket fog majd teremteni, amelyek miatt itt is elképzelhetik jövőjüket. Az eseményen a kérdésre Dobos József azt mondta, van még idejük dönteni, de valószínűleg nem fog indítani a párt jelöltet Bácskiskun 1-es választókerületében. Autófeltörésekre és akkumulátorlopásokra szakosodott sorozattól vagy ellenemet vádata a Kecskeméti Járási Ügyészség 18 rendbeli lopás miatt. A büntetett előéletű kecskeméti férfi ügyében a Kecskeméti Járásbírósághoz majd döntést. A Kecskeméti járási ügyészség 18 rendbeli lopás miatt vádat emelt egy autófeltörésekre, akkumulátorlopásokra szakosodott Kecskeméti sorozattól vagy ellen. A vádirat szerint a munkahelyjel jövedelemmel nem rendelkező férfi 2019-ben lopásokból tartotta fenn magát. Főként autókat tört fel a városban, hogy az akkumulátort megszerezze. Attól sem riadt vissza, hogy a tőle néhány háznyira lakó szomszédja autójának motorház tetejét kezdje feszegetni. Nem járt sikerrel, ezért egy idő után felhagyott a próbálkozással, de így is tízezer forint kárt tett az autóban. Nem volt ilyen szerencsés az az áldozata, akinek autóját 2019. szeptemberében egy éjszaka feltörte, és a csomagtartóból elvitte az akkumulátort. Egy hét múlva a tolvaj visszatért, és az addigra pótolt alkatrészt szintén ellopta. Az autók ablakát téglával vagy kővel törte be, és pendrive-okat, mobiltelefonokat, okosóra töltőket zsákmányolt, de ellopott egy 130 ezer forint értékű plazmatévét is fényes nappal. Több esetben nem talált semmit, az autók tulajdonosainak azonban így is több tízezer forint kárt okozott. A vádlott lépcsőházakból, bevásárló központok előtti tárolókból is rendszeresen lopott kerékpárokat, úgy, hogy a lakatot levágta. Az ügyészség a büntetett előéletű férfit üzletszerűen dolog elleni erőszakkal elkövetett lopással vádolja, ezért vele szemben börtönbüntetés kiszabását indítványozza, és azt, hogy a bíróság kötelezze a sértetteknek okozott kár megtérítésére. A sorozattól vagy férfi ügyében a Kecskeméti Járásbírósághoz döntést. Dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő volt a Karol Vojtila Barátság Központ mai ebédeltetésének vendége. Dr. Zombor Gábor állandó támogatója a központnak. Az évvégi szeretett vendégségekkel nem csak ő, hanem családtagjai is segítkeztek az ételosztásban. Az Egészségügyi Bizottság tagjának ünnepi fogadásán Farkas Pála, Karol Vojtila ház önkéntese, programszervezője beszámolt arról, hogy névadójuknak köszönhetően a 120 gondozottjuk közül eddig senki sem betegedett meg a koronavírus miatt. Ez szintén ünneplésre méltó dolog, ebben az eredményben a támogatóknak és az önkénteseknek is nagy részük volt. Dr. Zombor Gábor köszönetet mondott mindazoknak, akik végig szolgálták a legnehezebb időkben is a rászoruló embereket. Beszédében biztatta az egybegyülteket, hogy továbbra is vigyázzanak magukra és egymásra, illetve felhívta a figyelmet az oltás fontosságára. A résztvevők megismerhették a kormányzat sajátos feladatait, a kecskeméti tapasztalatokat is. A beszámolók után Zombor Gábor az ebéd kiosztásában is segített a Vojtilaház ház önkénteseinek. Folytatja a híres Szabad Egyetem című előadás sorozatát a Najman János Egyetem. A tavaszi előadás sorozat mai online rendezvényén dr. Eccseri Károly a Magyar Flóra rejtett tartalékai Szántóföldi vadvirágok című előadása volt látható. Dr. Ecseri Károly a magyar flóra rejtett tartalékai, szántóföldi vadvirágok című előadásával folytatódott szerda délután a hírös Szabad Egyetem. A Naiman János Egyetem 2018-ban indított ingyenes előadás sorozatát a járványügyi helyzetre való tekintettel idén online formában követhetik az érdeklődők. A tavaszi sorozat első előadás előtt dr. Fülöp Tamás az egyetem rektora köszöntötte a kibertér közönségét. Dr. Fülöp Tamás szerint a Szabad Egyetem fontos feladatot lát el az az egyetem és kecskemét életében. Hozzátette, hogy az online oktatási forma a gyakorlati képzések mellett komoly kihívásokat jelentett az intézmény életében és az oktatás szervezésben. Így a tudományos és szakmai rendezvények sem olyan formában valósultak meg, amit terveztek. A rektor köszöntője után bemutatta dr. Ecseri Károlyt, a kertészeti és vidékfejlesztési kar oktatóját, aki nemrég szerezte meg tudományos fokozatát. Az előadó elmondta, virtuális szántóföldi csokrot hozott magával, tudományos ismeret terjesztő formában. A prezentációban olyan szántóföldi vadvirágokat mutatott be, amelyek nem a gyomok közé tartoznak. Ezek a növények szépségük miatt is megérdemlik a figyelmet. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. Megmenteni a Neumann Egyetem, a Miklós Telepi Kutatóintézet épületeit. Elindultak az egyeztetések az Agrárminisztériummal, hogy az épületeket felújíthassák, és bevonhassák Kecskemét oktatási vérkeringésébe, megakadályozva az állomás teljes pusztulását. Szerdán a történelem írásbelivel folytatódtak az érettségi vizsgák. Közel másfél ezer diák indult ma reggel a középiskolákba, hogy számot adjon történelem tudásáról. Közel 1500-an vették fel ma a koronavírus elleni vakcinát a bács oktató Oktatókórházban. Mindenkinek, a kérvényes regisztrációval rendelkezik, lehetősége van kiválasztani a számára megfelelő oltóponton az oltása idejét. 2021. május 1 már önkormányzati támogatást is kaphatnak a megyeszékhelyen lakó árván vagy fél árván maradt gyermekek. Mindezt Kecskemét polgármestere kezdeményezte. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan következik a kiemelő. Mai magazinunkban felelevenítjük a Miklós Telepi Kutatóintézet múltját, és bemutatjuk jelenét. Ezt követően pedig beszámolunk az alapításának tizedik évfordulóját ünneplő kutyával egy mosolyért alapítványról. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a cím híres.hu. A híres híreket 20 óra 40 perckor, 22 óra 20 perckor, Éjszaka a képújság idejében két óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskeméti tv.hu weboldalon pedig bármikor megtekinthetik. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, tartsanak majd akkor is velünk. Köszönöm mai megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Törtökön éjszaka csökken a felhőzet, majd napközben már ismét nagyobb részt felhős időre számíthatunk. Inkább csak rövidnapos időszakok várhatók. A szelet nagy területen élénk, többfelé erős lökések kísérik. Hajnalban 9 fokot, napközben pedig 18 fokot mérhetünk majd. Pénteken délelőtt megvastagszik a felhőzet, és többfelé lesz eső, zápor, néha az ivatar is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8 és 11 fok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul. Szombaton reggelre országszerte kiderül az ég, majd napközben a napos időben komoly felhők képződnek. Estére aztán feloszlanak a felhők. Élénk helyenként erős lökések kísérik a szelet. A minimum hőmérséklet 6 és 9 fok, a maximum hőmérséklet 12 és 16 fok között várható.